Szatmári Zoltánnal beszélgettünk, aki ezt a beruházást megnyerte, hiszen hallottuk, hogy pályázati forrásból is sikerült egy 500 000 forintot nyerni. Pár évvel ezelőtt voltunk itt, amikor arról beszélt, hogy ezt megvalósítja. Azt gondolom, hogy nagy lépésekkel most ezzel is indult ez a beruházás. Igen, igen, nagyon örülünk annak, hogy a pályázaton sikerült nyernünk, és nagyon nagy ütemmel szeretnénk ezt be is fejezni. Úgy tervezzük, hogy jövő év június-júliusára itt működő üzem fog lenni, amiben kukoricát fogunk őrölni. Exportra, Magyarországra, a sörgyáraknak, tésztagyáraknak, tulajdonképpen is állattartó telepekre pedig a mellékterméket eladni. Itt látjuk nagyon szép a látványterv, mit kell tudni néhány mondatban, mutassuk azért be a beruházást, aztán hallottuk, hogy 50 főt fognak foglalkoztatni. Igen, 50 főt szeretnénk közvetve, hogy közvetlenül foglalkoztatni. Itt azt gondolom, hogy a kukorica őrlés az, ami a legnagyobb munka, megvalósítani. Jelen pillanatban itt ugye a tárház az megvan, akarunk tárolni másoknak is, de saját magunknak is, és mindenféleképpen ez az őrlés lesz, ami nagyon nagy munka. Tehát a saját beruházásba tervezzük egy új raktárnak az építését, az épületnek a teljes renoválását, a pályázati beruházás, az ugye 50-50%-ban, az pedig a gépek és a berendezések, csomagolások, infrastruktúra fog ebből meglétesülni. Az előbb itt miniszterről beszéltük, hogy a karcagi kunstságilisznek azért volt elismertsége ország szintén is. Reméljük, hogy ennek a kukoricamalomban készült kukoricalisznek is lesz. Ehhez jó munkát kívánunk Önöknek. Nagyon szépen köszönjük. Hát bízunk benne, hogy jó hatása, tehát jót fogunk gyártani, és fogják szeretni az emberek. Köszönjük szépen! Dr. Fazekas Sándor főnős miniszter ura, sokszor beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos, hogy minél feldolgozottabb állapotban kerüljenek ki a karcagon megtermelt javak. Erre jó példa lesz ez a malom. Évtizedek óta a legnagyobb élelmiszeripari fejlesztés zajlik a karcagi volt rizshántoló területén. Egy olyan kukoricamalom épül itt, amely naponta 120 tonnát képes feldolgozni, és az egyre népszerű kukoricaliszt az keresett bel- és külföldön egyaránt, tehát így el tud jutni a karcagi kukorica a fogyasztók asztaláig kész termékként tulajdonképpen. Ez a malom, ez 1,5 milliárd forintos beruházás, egy harmada a vidékfejlesztési programból, tehát egy 1,5 milliárd forint, amit sikerült nyerni a vállalkozónak, Szatmáriónak, és ami nagyon fontos, hogy új élete kell ez a telephely, és ez a ezt is egyúttal, mint egy 50 új munkahelyet is jelent. Már zajlik a építőmunka, már dolgoznak, előkészítik a terepet a berendezésekhez. Ez a betonvázas épület, amelyben a korábbi rizshántoló berendezései voltak, ez ad majd helyet a világszínvonalú kukoricamalomnak. Évtizedekkel ezelőtt azért a karcagi kunstságilisznek nagyon nagy neve volt a szakmában. Reméljük, hogy a karcagon készült kukoricaliszt is ugyanígy elnyeri majd a vásárlók és hát a felhasználóknak az elismerését. Én bízom benne, hát sajnos a privatizáció nem a legjobban sikerült itt a mi vidékünkön, az a Török-Szent Miklósi központú gabonaipari vállalat, malomipari vállalat az már régóta nem működik. Itt egy új termékről van szó, keresett termékről, és erre föl lehet építeni majd egy új márkát is. Reméljük így lesz, köszönjük szépen! Köszönöm! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a rizshántolóban, ahol egy malom épül. Kovács Sándor megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk. Itt vagyunk a sokadik szinten, ahol éppen dolgoznak. Szinte már csak romjaiban látszik a régi malom.
Így van. Nagyon jó érzés az, hogy az a malom, amelyik több mint 20 évvel ezelőtt bezárt és nem működik, újból működni fog, újból örülnek. Egy kukoricamalom lesz 1,5 milliárd forintos beruházásból, felújítanak a kor, mai kor megfelelő körülményeinek, és nagyon jó az, hogy látni azt, hogy Magyarországon újból és Karcagon élelmiszeripari beruházás lesz, több mint 50 embernek fog munkát adni ez az új működő malom, és hát láttuk azt, hogy vannak olyan részek, amiket már nem lehet felújítani, lesznek új épületek, lesznek olyan részek, ami felújítható, és ez a 1,5 milliárd forint ide kerül befektetésre Karcagra, és újból lesz egy malma Karcagnak, egy igazi működő malma. És hát reméljük, hogy külföldre is tudnak majd innen szállítani jó karcagi lisztet. Így van, ez érdekes, ez nem búzaliszt lesz, hanem kukoricamalom. Kukoricalisztet fognak itt őrölni, mert egyre nagyobb érdeklődés van a gluténmentes élelmiszerek iránt. A tésztákban, a különböző sütőipari termékekben egyre több kukoricalisztet használnak fel, és nagyon jó az, hogy a magyar liszt az GMO-mentes, jó minőségű, magyar kukorica is, és ezért komoly igény van külföldön is ezekre a termékekre, és ebben beszéltem a tulajdonossal, szándékoznak külföldre is szállítani, exportra is nagy mennyiséget. És hát azt gondolom, hogy az is fontos, hogy itt rengeteg kukoricaterem a környéken, tehát ez egy felvásárló terület is lesz. Így van, én azt látom, hogy egyre jobban éled újjá a magyar élelmiszeripar, hiszen Tiszapüspökivel egy ugyanúgy egy kukoricaüzem, egy kukoricafeldolgozó üzem, ahol izocukrot, alkoholt állítanak elő kukoricából, itt kukoricalisztet, és az a legjobb, hogy a kukorica minél jobban, az alapanyagok minél jobb feldolgozottságba kerülnek külföldre, és a haszon itt marad Magyarországon, és a munkahely pedig itt lesz Karcagon, és örülök annak, hogy újból molnárok, malomipari szakemberek újból munkát kaphatnak Karcagon. Köszönjük szépen! És köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm minden kedves megjelenhetőséges legyeneket és konyhakertet rendezvényünkön. Külön tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt. Külön tisztelettel köszöntöm Szabó Mária főorvosasszonyt, a Kátai Gábor Kórház csecsemő és gyermekosztályának osztályvezető főorvosát. Szeretettel köszöntöm a kedves kollégáimat, kedves szülőket, és legfőképpen titeket, drága gyerekeink. Azért vagyunk ma itt, hogy a konyhakertünk megtermel finomabbnál finomabb zöldségféléknek, megmutassuk, hogy miféle gyógyhatásai fedeztek fel már nagymamáink, dédnagyanyáink, mert hogy nem kell mindig doktornénihez szaladni. Vannak olyan dolgok, amiket meg tudunk oldani nélküle is. Persze, mikor nagy baj van, muszáj elmenni hozzá, hogy meggyógyítson titeket. De olyan kedves és aranyos Kelemen Lajosné Böbenénink, pedagógiai asszisztensünk, Ferenciné Székely Erika Daduska nénink, Puskás Sándorné Ildikó néni Daduska nénink, hogy beavatnak bennünket ezekbe a titkokba. Románi Sándorné tagóvoda vezetővel beszélgetünk. Minden évben valami meglepetéssel készülnek a szülőknek. Mi lesz a mai nap programja? A mai nap programja a Legyen neked is konyhakerted című programunk, amit harmadik éve rendezünk meg, negyedik alkalommal. Ezidáig megmutattuk a kedves szülőknek, vendégeinknek, hogyan érdemes veteményezni, miket, milyen növényeket érdemes egymás mellé ültetni. Beszéltünk a veteményezéssel kapcsolatos mindenféle felmerülő lehetőséggel, kérdéssel, de ebben az évben egy teljesen más fényben szeretnénk beállítani a kertünkben megtermesztett zöldségfélék hasznosítását, használt. Ugyanis szeretnénk megmutatni a szülőknek és kedves vendégeinknek, hogy a gyógyításban hogyan tudjuk felhasználni a kertünkben megtermelt zöldségféléket, a káposztától, a burgonyán át, a sóska, spenót és mindenféle zöldség, ami megteremhet a kertünkben, hogyan segít megőrizni az egészségünket, és ha már baj van, mire tudjuk használni őket. Kik lesznek ebben az ön segítségére, tehát kik tartanak előadást?
Amikor ez a programunk elindult, a leghitelesebb emberek adták elő meglévő tudásukat, ismereteiket. Kelemen Lajosné pedagógiai asszisztensünk, Puskás Sándorné Ildike Dajka néni, és Ferenciné Széke Erika, szintén Dajka néni. Ők a leghitelesebbek ebben a témában. Segítjük egymást, támogatjuk egymást, segítünk összeállítani az anyagot, de ők azok, akik a leghitelesebbek, és ők tudják ezt nekünk úgy elmondani, hogy el is hisszük nekik. Hiszen ők azért már többször díjazottak a legszebb konyha kertekben, és akkor gondolom ma is készültek. Én azt kívánom, hogy utána pedig itt a sok-sok kisgyermek kéz töltse meg ezeket a kis dobozkákat, ezekkel a magvakkal, és utána pedig otthon a szülőket is vonják be ebbe. Igen, ez így történik minden évben, és azt gondolom, hogy akkor válik hitelessé egy-egy ilyen részlete a rendezvényünknek, amikor az első fotót megkapjuk a szülőtől, hogy az itt elvetett paradicsommagot ők otthon öntözgették, ápolgatták, és amikor levették az első szemtermést, milyen jó étvágyal fogyasztotta a kis óvodás csemete, aki itt ültette el azt a magot. Vagy amikor két hatalmas szatyornyi dísztökkel jön vissza a gyermek és a szülő, mert olyan bőséges volt az az itt elvetett dísztök mag, hogy ők nem tudnak vele mit kezdeni, mi viszont szívből örültünk neki. Hát akkor erre az évre is hasonló jó műterméseket kívánunk önöknek. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Köszöntöm nézőnket, a Jókai úti tagovodában vagyunk, és Kovács Szilva, a polgármester asszonnyal beszélgetünk. Itt mögöttünk már látszik, hogy előkészültek az oviban a szokásos kis rendezvényre, de mi is ez pontosan? Ez a Legyen neked is konyhakerted rendezvény, amit az évek során már hagyományként minden alkalommal, minden évben megrendez az óvoda. Ez nagyon jó kis nyitó rendezvény ahhoz, hogy minden szülő, aki eddig nem tette, kedvet kapjon a kertészkedéshez, hiszen itt az ismeretterjesztő előadás után bizony a gyerekeknek jönnek és palántot ültetnek, illetve elvetik a magot, az első magot ebben az évben, amiből majd aztán palánta és reményeink szerint zöldség lesz, és így aztán kedvet kapnak a gyerekek az ültetéshez, és bizony-bizony a tapasztalat mondatja, hogy megfertőzik a szülőket is, hazaviszik a kis poharat, és előbb-utóbb gondozni kell ezeket a magoncokat, és bizony megkövetelik azt is, hogy legyen konyhakertjük, legyen saját kis kertrészük, és pontosan ez az egyik értelme ennek az óvodai rendezvénynek, hogy a gyermekek ne csak az óvodán belül, hanem otthon is kertészkedjenek, és amit itt elsajátítanak, azt otthon gyakorolják, és a szüleik tanácsai mellett is műveljék a kertjüket. De mintha az időjárás is megérezte volna, hiszen a múlt héten még hó volt, minuszok voltak, most meg már szinte 16-17 fokos tavasz van, tehát pont itt az ideje ezeknek a dolgoknak. Így van, ez az első olyan nap, ami megörvendeztet bennünket azzal, hogy jó idő van, és sugallja nekünk, hogy itt az idő, és a kerti munkákat kezdjük el. Gazdoljuk ki, amit még eddig nem tettünk meg, készítsük elő az ágyásainkat, húzzuk meg azt a sort, és az első veteményest azt tegyük meg. Reméljük, hogy a hétvégi jó időt akkor sokan kihasználják otthon, és akkor elkezdik a gyermekeikkel az otthoni kertészkedést is. Biztos vagyok benne, az oldásokban mindig lehet bízni, és nagyon büszke is vagyok rájuk, hiszen évről évre egyre szebb és egyre több óvodás kertet tekinthetek meg a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei program keretein belül, és én úgy vagyok ezzel, hogyha egy iskolás vagy egy óvodás gyerek elkezdi, akkor iskolás korában is biztosan fogja folytatni, és előbb-utóbb felnőtt kertművelő lesz belőle. És majd, hogyha nagyszülő lesz, akkor ő is majd az unokájának át fogja adni azt a tudást, amit itt kezdett el az óvodában összeszedni. Reméljük így lesz, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Tisztelt óvodavezetők, kedves szülők, kedves gyerekek, nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal érdeklődnek a téma iránt, mind a gyógynövények, mind pedig a konyhakerti növények iránt. Többször elmondtam már, hogy én nagyon büszke vagyok az óvodásaimra, hiszen példamutatóan kertészkednek, és évről évre egyre szebb, egyre több kerttel neveznek a Legszebb Konyhakertek programba, és ez azt mutatja, hogy ők igen szorgos kis kertészek,
és előbb-utóbb megtanulnak kertészkedni, vagy már tudnak is kertészkedni. Sőt, mi több, nem csak itt kertészkednek, hanem ráveszik a szülőket, hogy otthon is tegyék ezt, és bizony-bizony megvan a talaj. Apukának, anyukának ki kell alakítani egy kertet, föl kell ásni, és segíteni a nehezebb fizikai munkában. Aztán ők ezt csinálják tovább, és iskolás korban sem hagyják abba, hiszen Monori Vivien az országban elsőként Karcagból 7 évesen országos díjat kapott a kertprogramban, és ezt annak köszönhet, hogy bizony-bizony annak idején óvodás korában az óvónénik, a darusnénik megfertőzték őt a konyhakertészkedéssel, és ez a szerelem megmaradt neki, és azóta is rendszeresen kertészkedik és gondozza a kertjét. És hát látjátok, nem elég gyerekek a kertet gondozni, bizony-bizony a hasznát is meg lehet ennek látni, hiszen most láthattuk, hogy milyen sok előnye van annak, hogyha sárgarépán, zellerünk és sok-sok mindenünk van a kertben, hiszen nem csak a pocakunkat tudjuk vele megtölteni, hanem bizony a bajainkra is boldogság. Én kívánom nektek, hogy minél szebb kertetek legyen, és azt a sok-sok praktikát, amit itt megtaláltat, illetve meghallottatok, az kis ismétlés árán is, de sajátítsátok el és tudjátok, és majd amikor ti is szülők, nagyszülők lesztek, akkor ti is éljetek ezekkel a praktikákkal, így ez a tudás nem vész el, hanem átadódik. Nagyon szépen, hogy ez a tudást közkincsé tették az óvoda dolgozói, és bízom abban, hogy minél többen fognak ezekkel a lehetőségekkel élni, és én csak azt tudom mondani, hogy jó kertészkedést, hajrá, úgy sok előre, meg sem áll 4 országos díjig. Köszönöm szépen ezt a rendezvényt, és sok sikert és jó kertészkedést kívánok mindenkinek az óvodában is, és otthon is. Köszöntöm nézőnket, Huba Imre Csabával, a NAK megyei elnökével beszélgetünk, aki most járja a határt, láthatja, hogy nagyon sok víz van a határban. Súlyos már a helyzet? Hát azt hiszem, hogy most a legsúlyosabb a helyzet, mert a kiolvadás vége fele tartunk, és a keletkezett belvizek, azok most legjobban mutatják magukat. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 15 ezer hektár belvízzel borított terület van, még ez egy picivel növekedni fog, hiszen még a olvadás végével ezek a belvízek még addig keletkeznek, azzal együtt, hogy a belvíz csatorna rendszer, a vízgazdálkodás alapját képező belvíz csatorna rendszer jó műszaki állapotban van, a vízügyigazgatóság és a társ szervezetek felkészültek, a belvízvédekezésre több mint 50 fekvő dízelszivattyú, illetve vízanyagotorszivattyú működik, ezen kívül 15 mobil szivattyú szivatja a vizet, és 2 millió köbméter vizet szivatunk le naponta a Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve a kötivízi területén. Az azt jelenti, hogy a belvíz vonatkozásába hivatása magaslatánál a gazda, a vízigazgatóság, mindenki, tehát tudjuk azt, hogy mivel jár egy ilyen probléma, és ennek a problémának a megoldása nem lesz további utánpótlás, egy szűk 2 hét alatt megoldódik. Karcagi határban mi a helyzet? A karcagi határban is súlyos a helyzet, talán a megyében a legsúlyosabb kisújszállás Kunhegyes, Kunmadaras, Karcag külterületén, és itt sajnos, itt is 2400 hektár belvízzel borított terület van, ami nekünk sajnos a területünknek a felszíni vízborítottságát adja. Ezek a felszíni vízborítottságok a rendszer kapcsán, mint ahogy említettem, egy 10-14 nap alatt eltűnnek. Akkor reméljük, hogy húsvét után már azért jobb helyzetről tudunk beszámolni? Amennyiben a éghajlati tényezők, a napos szeles idő, illetve további csapadék nem jön, akkor a tavaszi vetéseket a jobb vízgazdálkodási talajokon már egy hét múlva el lehet kezdeni. Itt gondolok a cukorrépára, más tavaszi növényekre, például lucernára, esetleg még aki zabot akar vetni, szójára, borsóra, ezeket még el tudja vetni. A későbbi évben pedig bízunk abban, hogy a főnövények, a napraforgó, a kukorica, a hibrid, az már megfelelő időszakban tud talajba kerülni.